néha, mint ahogy szokták azt mondani, hogy tehát mondjuk nem ennek a generációnak, már itt is elég, ezt imádom a Pszichoszínházban, hogy nagyon sokféle népek jönnek, mindenféle korosztályból és mindenféle merítésből, de hogy amit szoktak mondani, hogy nem gondoltam volna apámról, hogy az unokáival majd ilyen bűbáj lesz, dédelgeti őket, gyengéd lesz, mert hogy velem nem volt, mert hogy velem szigorú volt, stb. Tehát, hogy valahogy akkor úgy elengedi magát. Nem ismerős? Nem, de le akarja pontolni, amit a saját gyerekével nem tett. Például, igen, mert most ez hangzott el, hogyha ez az anya egyszer csak ráébredt, hogy kiskorában kevéssé törődött vele, most meg, amikor már szegény gyerek 30 éves, akkor már nem kívánja ezt a fajta dédelgetést és minden percben ráfigyelést. Úgyhogy itt egyik, igen. Már bontakozik. Milyen? Egy egyedülálló anya lehet. Igen. Ezt valószínűleg így mondaná, ha egyáltalán meg tudná fogalmazni, mert valószínűbb az, hogy ösztönös, nem? Tehát, hogy annyira hangulatember, annyira hullámzik ide-oda, hogy éppen milyen kedve vagy. Egyébként, hogyha látnátok ilyet mondjuk a családban, akkor jogos benyomni egy csengőt? Jogos azt mondani a barátnődnek, vagy bárkinek, hogy figyelj, nagyon rátelepszel arra a szegény gyerekre. Vagy hogy találjál valami mást is, mert attól még a gyereked marad, hogy te éled a saját életedet. Egyébként szerintem a párkapcsolatban is folyton ez a kérdés, hogy mennyire folytogatják egymást, tehát szinte minden előadásunk, nemrég jöttem erre saját magam írásai alapján, nemrég jöttem rá, hogy végül is mindig azt keressük, hogy hol a határ. Hogy a nagy szeretetemben én megfolytogatlak-e, mert volt ilyen előadásunk is, vagy a gyerekemet folytogatom, vagy ő nem hagy élni, meg egyáltalán mindenki mindig ezt kéne, hogy keresse meg, esetleg találja. Na jó, még visszamegyünk egy jelenetre. Jó? Egyszer volt, hol nem volt, ennek is már mondjuk, hogy majdnem 30 éve. Anyuka otthon van. Később akarom, hogy kitegyük ide, azt akarom, hogy először hozzuk az Ádámkának, hozzuk fel a biciklit a karácsonyra. Elmegyek. Tessék? Elmegyek. Menjünk le együtt. Karola. Akarom, hogy felhozzuk a biciklit. Karola. Együtt. Elhagylak.
nem bírom tovább. Nem bírlak tovább elviselni. Most mi nem van? Én nem tudom ezt tovább csinálni. De mit hibáztam én? Más nő volt? Nem, te lettél más nő. Te lettél más nő, nem az vagy már, akit megismertem. Hol van az a nő, akivel azt terveztük, hogy majd bejárjuk egész Európát egy lakóautóval, és reggel a én előző esti ingemmel mentél a hűtőhöz, és ittad a tejet. Idegbeteg vagy. Csak magaddal azért foglalkozol, én ezt nem csinálom tovább. Azért spórolok. Megmondtam a gyerekre is, hogy gondoljuk át, hogy elvetessük-e, vagy sem. Mondtam, hogy korai. 20 évesen. Hát, hogy sajnálom, az Ádám Károly, egy csodálatos, egészséges gyerek, hát más összeteszi a kezét, hogy van egy egészséges gyereke, most viccelsz? Küldök majd pénzt. Nagyon remélem, hogy ez valami hülye vicc. Feri! Egy kicsit későbbre terveztük, de úgy alakult, hogy úgy alakult, és örülünk neki. Uh-huh. Anyám még nem tudja. Még nem tudom, hogy elmondjam-e neki. Egy idő után csak észrevenné, nem? Valamikor muszáj leszek vallani. Úgy látom, hogy inkább, igen. Igen, de azért van bennem egy félsz is. Az normális szerintem. Mitől? Hogy ne csesszem el. Mm. Hogy én kitartsak. A feleséged mellett? Vagy hogy? Igen. Hogy ne lép le, mint a pád? Igen. Mm. Mert lehet, hogy minden egészen másképp alakul, hogyha ő nem hozza meg akkor ezt a döntést. Igen, és ha a nagypapámnak kereke volna, akkor bicikli volna. Ja. De így, ne? Hát így. Én jobban csinálom majd, abban biztos vagyok. És valaha apádnak meg fogod őt mutatni? Nem hiszem, hogy érdekelni. Nem hiszem, hogy tudod, hogy mit hisz. Hát ahhoz többet kéne beszélnünk, hogy tudjam. Hát tudom, hogy nem beszéltek, erről van szó. Igen. Tudod, hány apuka zokog a pszichológusnál? Hogy nem merek a gyerekem szem elé kerülni? Most te vagy jelen pillanatban az egész családodban a legegészségesebb, pszichésen a legjobb állapotban. Mert rendbe raktál, Juli. Oké, de most te rendbe rakhatod anyádat, apádat. Hát, apámat nem akarom. Rakja rendbe magát, nem érdekel, hogy van vele. Anyám egy másik tészta. De majd pelenkázhatja a gyereket?
Na hát ez, igen, ez egy érdekes kérdés, hogy mennyire sokat hagyom majd, hogy vigyázzon rá. Pedig megtaláltad az élete célját. Hogy most szülünk neki egy unokát, egy új kis üzét? Nem azért, hogy az övé legyen, hanem hogy megtanulja, hogy a te gyereked, a te életed, a te feleséged, és hetente kétszer, két órában, vagy x, szükségünk van rá. Ő még ezt nem ért át. Hogy valami neki nem csak kötelessége, hanem szükséged lesz rá. Hidd el. És még az is lehet, hogy a te gyereked fogja szeretni azt a kurva bondás kenyeret. Még ez is lehet. Elmegyünk nagymamához. Tudod, mit fog neked csinálni? Senki olyat nem tud. Ha? Mit szólsz el? Na, hát lejárt az időnk, és nagyjából ennyit akartunk elmesélni. Van-e még valakinek utórezgésként hozzátenni valója, kérdése, mesélni valója, majd azt hazaviszitek, amiket gondoltok. Azt szeretném mondani, hogy reméljük, hogy igen, hogy Janu, ez akkor egy izé volt, egy ilyen, hogy így lesz, hogy január 10-én is itt leszünk, és hát igen, az van, hogy a pszichológus néha mondja, hogy mi lenne, ha így csinálnád, vagy úgy csinálnád, és akkor a kliensek mit csinálnak? És akkor én azt mondom, hogy újra tervezés. Akkor megint mondok valamit, hogy mit csináljál, de te megint nem arra mész, mondja neked a GPS balra, és utána mindjárt jobbra, 500 méter múlva cél. Na de nem azt csinálod, hanem okosabb vagy nála, és előadod, hogy te úgy is tudod, mert emlékszel az útvonalra. Na hát erről fog szólni a következő előadás, újratervezés, avagy a pszichológus, mint GPS koordinátor. És már azt is tudom, hogy a Györgyi Nusi, a Györgyi Anna és a Debreceni Csaba jönnek hozzánk játszani. Úgyhogy aki még nincs a Pszichoszínház csoportban, vagy oldalunkon, vagy bármi az legyen, és nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen!